Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmes jóslás csillagvirág számára. Kedves csillagvirág, üdvözöllek téged, ez most a te felvételed, és megnézzük az ő szív üzenetét, a jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó, a hármas szám utal egy másik nőre is. Ezt tudod te is, van valaki a háttérben. Amiről ő elgondolkozik, ez itt a királynő. A kérdés az, te vagy a királynő itt a gondolataiban, vagy ez a másik nő a háttérben. Amit ő érez, hogy itt döntéseket kell hoznia, és kell a belső egyensúly. A mérleg azt jelenti, ő mérlegeli itt a dolgokat. Az egyik oldalon vagy te, a másik oldalon ez a másik hölgy, és ki az igazi szerelem, ez kiderül a következő hetekben, hónapokban. A következő kérdés az lenne, mit közöl veled, vagy hogyan beszél rólad a hátad mögött, ezt mutatja itt a kártya, az egész világ. Vagy annyira örül annak, ha lát téged, hogy átölelni az egész világot, vagy tervez veled együtt egy utazást. Azon kívül ez a kép jelenti a négy évszakot, tavaszt, nyarat, őszt és telet, tehát az egész évet, és ő úgy tervezi, vagy úgy mondja másoknak, hogy ő vár egy évig, hogyan alakulnak az események, és akkor fog dönteni. Vagy egy éven belül kialakul itt valami. Most megnézzük a szív üzenetet, azt, amit ő szeretne közölni veled, de nem mondja. Itt ez a kép a múltra utal, a hatos szám, azok az emlékek. Van benne egy kis nosztalgia is. De ő elbúcsúzott a múlttól, és keres veled együtt egy új irányt. Szeretné közölni, hogy várj rá, mert ti még nem érkeztetek meg, de ez az út, ez a közös út, ami összeköt benneteket. Mi hiányzik számára? És mik az elvárásai veled kapcsolatban, azt mutatja itt ez a kehely, és utal az érzelmekre. Ennél a kártyánál a te érzelmeidről van szó. Ez hiányzik neki. Szeretné, ha te nyitottabb lennél, vagy kimutatnád a szeretetedet. És mi az, ami összeköt benneteket, ezt itt mutatja ez a fő papnő. Ez a fő papnő őriz egy titokzatos könyvet, ahol a sors utak le vannak írva. Ha így van, ha ez, ami benneteket összeköt, akkor az arra utal, hogy van egy sors kapcsolat, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Meg van írva a sors könyvében, és ha ez így van, akkor ő visszatér hozzád. A kérdés az lenne, szeret ő téged, visszatér hozzád, az inga megadja rá a választ. Ha igen, akkor az inga jobbra fordul ki. Ha nem, akkor az inga balra fordul ki. Ha az inga megáll, akkor most így megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az inga válasza, hogy ő szeret téged, és visszatér hozzád. Akkor is, amíg a háttérben van egy másik nő az életében, ezt ő lezárja. Kedves csillagvirág, így tudtam megválaszolni a kérdésedet,
Köszönöm, hogy hozzám fordultál, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!